Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Orbán Viktor a hétvégi évértékelőjében azt ígérte, hogy soha nem látott mennyiségű pénzt fordítanak a vidék felemelésére, a magyar élelmiszeripar feltámasztására. Sőt, nemzeti bajnokokat hoznak létre ezen a területen, amelyek a világpiacon is helytállnak majd. Harangozó Gábor agrármérnököt, az MSZP alelnökét kérdezzük ennek lehetőségeiről. Jó reggelt kívánunk! Most hallom is, jó reggelt kívánok, elnézést. Jó reggelt kívánok. No, mi a véleményük, vagy mi volt az első reakciója így az évértékelő beszéd után? Ugye az tudható, hogy több ezer milliárdnyi pályázati lehetőség lesz majd a vidék számára. Latorcai Csaba egyébként pont itt nálunk a Spirit FM-en beszélt arról, hogy például ez milyen jó alkalom lesz arra, hogy mondjuk Szabolcsban ne csak termesszünk, hanem fel is dolgozzunk almát. Jó, hát sok baj van azzal, amit Orbán Viktor mondott. Kezdjük azzal, hogy abban igaza van, hogy erről beszélni kell, mert a magyar mezőgazdaság óriási nagy baj van. Bajban van. Az elmúlt 10 évben drasztikusan leépült a magyar mezőgazdaság teljesítménye és hatékonysága. Ezért vannak ilyen rendkívül magas árak Magyarországon. Azért van az, hogy Magyarországon sokkal jobban mentek föl az árak, élelmiszerárak, mint az összes többi európai országban, mert nálunk az elmúlt évben 18%-kal csökkent a termelés, míg mondjuk Európában csak 3%-kal, és amikor ugye az van, hogy fölfelé mennek a termelési költségek, több mint 45%-kal nőttek a termelési költségek, és közben sokkal kevesebb is terem, akkor az olyan nagy bevételkiesést jelent a termelőknek, hogy kénytelenek drasztikusabban megemelni az árakat, mint máshol, azért, hogy egyszerűen életben maradjanak. Tehát a magyar mezőgazdaság teljesítménye rendkívül rossz, és egyre rosszabb. Ennek az az oka, hogy szervezetlen, nincs meg a modernizáció, és igazából az van, hogy ki lett választva egy-két barát, családtag, akik komolyabb támogatást és lehetőséget kapnak, de a kicsik, a kis és középes vállalkozások, a kis családi gazdaságok nagy része cserben lett hagyva. Hát itt van például az aszálykárnak az esete. Magyarországon 1,5 millió hektáron vitte el az aszálya termést. Több mint 1 000 milliárd forint kár keletkezett. És a magyar állam nem segíti ki ezeket a gazdálkodókat, mindösszesen 50 milliárd forint támogatást ad. Nyilvánvaló, hogyha ez a bevétel nincsen meg, akkor eleve fölfelé fogja hajtani az árakat, mert valahogy életben kell maradnia a termelőknek. Szóval van bőven mit tenni, és azért nagyon örültünk annak, amikor korábban a kormány bejelentette, hogy majd rekordnagyságú támogatás lesz Magyarországon, mert hogy sajnos az elmúlt 10 évben ebben is óriási lemaradás volt. Úgy működnek az uniós támogatások, hogy az unió ad valamennyi támogatást, és ezt a nemzeti kormányok kiegészíthetik. A magyar kormány az eddig eltelt időszakban a minimum támogatást adta csak oda, tehát ez 15%, tehát az unió ad valamennyi támogatást, ezt 15%-kal egészítette ki a magyar kormány, és ennek következtében is kerültünk versenyhátrányba, mert a többi ország jellemzően 50-60-70% támogatást is odatett. Most úgy döntöttek, hogy 80%-kal ki fogják egészíteni, ezt Orbán Viktor be is jelentette a választási kampányba, ezzel kampányoltak mindenhol, és most kiderült, hogy ez is csúsztatás, tehát amit Orbán Viktor bejelentett, hogy óriási nagy támogatások lesznek, az igaz, hogy nagyobb lesz, mint korábban, de sajnos ez a 80%-nyi önerő, ez sehol nem látszik, hiszen megnéztük az uniós szerződéseket, amik ugye most kötöttek meg, és abból azt látszik, hogy a magyar kormány az állításokkal szemben nem 80, hanem 43%-nyi önerőt tesz csak oda az uniós pénzek mellé. Ez így is jóval több, mint ami korábban volt, de messze nincsen annyi, amennyit ígértek. Ennek ellenére vélhetően ugye pláne, hogy az elmúlt percekben vázolta, hogy milyen rossz helyzetben van a magyar mezőgazdaság, komoly segítséget jelenthet egyes térségeknek. Például ön szerint mely térségek azok, amik mondjuk első körben rászorulnak erre, és mi az a mezőgazdasági termény, ahol például indokolt lenne mielőbb ilyen típusú beavatkozás? Jó, nem is térséget mondanék, hanem igazából az a baj, hogy a magyar mezőgazdaság működésében van komoly probléma. Ahogy említettem, a magyar mezőgazdaság túlzottan centralizált.
Tehát míg például, ha már az almát említette, akkor az almában ugye az van, hogy a magyar szabolcsi alma az világhírű volt, és kiválóan teljesített hosszú időszakon keresztül. Mára gyakorlatilag évről évre egyre nagyobb bajban vannak az almások, és gyakorlatilag nem tudnak piacképesen termelni. Ennek az az oka, hogy miközben az elmúlt, és nem csak 10, hanem 30 évben Magyarországon leépültek a szerveződések, mi korábban voltak állami gazdaságok, szövetkezetek, áfészok, amik rendszerben működtek, ugye ez megszűnt a rendszerváltáskor, nem alakult ki semmilyen struktúra, mindenki önmagában küzd, magában próbál érvényesülni, és egyszerűen ez nem tud elég hatékony lenni. Miközben a lengyelek megcsinálták a maguk szövetkezeteit, vagy együttműködéseit, amiben az alma termesztők például mind együttműködnek, közösen dolgozzák föl a terményeiket, közösen értékesítik, és ennek az lett a következménye, hogy Szabolcsban is lengyel almát lehet a boltokban kapni, mert így ők hatékonnyá tudtak válni. Magyarországon pedig ez elmaradt, és közben, amiről beszéltem, hogy vannak kiválasztottak, az tényleg ez törvényben van foglalva, hiszen úgynevezett mintagazdaságokat hoztak létre, ez jellemzően Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor, illetve hát a Lázár János által vezetett érdekeltségeket jelenti, ez a három nagy mintagazdaság van. Rájuk nem vonatkoznak a mezőgazdaságot érintő korlátozások, és ők sokkal nagyobb lehetőséget kapnak arra, hogy fejlődjenek, és sokkal hatékonyabbá tudnak válni. És én nekem az a bajom azzal, amit Orbán Viktor bejelentett, hogy ők nemzeti bajnokokat akarnak, hogy ha továbbra is az lesz a tendencia, hogy ezeket erősítik, belőlük akarnak valami nagy kiválóságot csinálni, és mondjuk az élelmiszeriparban nemzeti bajnok feldolgozókat csinálni, amit mondtak, annak az lesz a vége, hogy lehet, hogy lesz Mészáros Lőrincnek egy új, nagy, szuper feldolgozó kapacitása, de nem lesz benne normális hazai alapanyag, amit meg lehet termeszteni, egy, kettő, ettől még a vidéken élő emberek mind tönkre fognak menni, vagy legalábbis a mezőgazdaság nem fogja tudni eltartani őket, mert ők nem kapják meg azt a segítséget, és nem alakul ki az a versenyképes struktúra, amivel boldogulni lehetne. Csak gyorsan hadd mondjak egy-két példát. A burgonya. Nagyon gyorsan. Jó, nagyon gyorsan. Magyarországon gyakorlatilag megszűnt a burgonya termesztés. 10 évvel ezelőtt 180 ezer hektár volt, tavaly már csak 8 ezer hektár. Makón már nem termesztenek hagymát, Ausztriából vesszük a hagymát. Ugyan megmaradt egy cukorgyár, de Szerbiából vesszük a cukorrépát. Szóval nagyon sokat kéne beleinvestálni a mezőgazdaságba, hogy az modernebb legyen, jól szervezett legyen, hatékony legyen, méghozzá úgy, hogy a termelők összefogását, közös feldolgozását, értékesítését és ezáltal versenyképességét kéne erősíteni, és nem egy-egy kiválasztottból kéne nemzeti bajnokot csinálni. Harangozó Gábor agrármérnök, az MSZP alelnöke. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm én is!